Mi a legfontosabb teendője az LMP-nek annak érdekében, hogy sikeresen szerepeljen a választásokon? Mit kell megcselekednie 2017-ben ehhez? A párt részéről természetesen nagyon sokat kell dolgozni ahhoz, hogy vannak olyan helyi területeink, vannak olyan területek, ahol még nem olyan, tehát nincs meg az a szervezettsége a pártnak, ami kellene. Mindenhol jelen vagyunk, de nem mindenhol megfelelő mértékben, tehát nyilvánvalóan ilyen pártszervezési feladatunk van. Ebben optimista vagyok, ezekre meg is látom is a lehetőséget. Ami nyilván ennél sokkal fontosabb, hogy az ellenzéknek mit kell, ugyanúgy az LMP-nek is, az ellenzéknek is mit kell tenni, és elnézés, hogyha ezek lózungoknak tűnnek, de nem lózungok. Először is én azt gondolom, hogy abba kellene azt hagyni, amit az ellenzék évek óta csinál, és tulajdonképpen a drága műsoridőt, ami egyre drágább, mert ugye lassan már alig lesz olyan médium, ahol szabadon lehet, vagy rendesen lehet beszélni. A drága műsoridőt nem arra kellene pazarolni, hogy akkor most éppen kivel, hogyan fekszik le, milyen ágyba, hányan csinálják közösen. Tehát ez 4 éve megy, ez egy borzasztó unalmas dolog, és el kéne azon gondolkozni, hogy nem lehet-e az, hogy ez az egyik fő oka, hogy nem jutunk előbbre. Az ellenzék akkor tud nyerni, ha most jelen pillanatban 1,5 évvel a választások előtt nem a technikákról vitatkozik. Most el fog kezdeni 4 hónapig arról beszélni, hogy most legyen előválasztás, ha lesz, akkor hogyan, meg minden. Nem erről vitatkozik, hanem egyrészt mondja el, hogy mit akar csinálni, másrészt, és ezt úgy tudom összefoglalni, nagyon fontos, milyen garanciákat tud adni, és azért kell róla beszélni, milyen garanciákat tud adni, hogy nem csak a mostani kormányzáshoz képest, hanem az egész ezt megelőző 26-28 évhez képest, hogyan tud teljesen más irányt adni az országnak. Milyen garanciákat lehetne itt adni igazából, mire gondol? Először is el kell mondani, hogy miket fogok csinálni. Tehát nyilván azokról ezt kell beszélni. Önök is elmondták, önöknek is volt erre vonatkozóan programjuk. Nem, program van, de mondom, a műsoridőt nagyon, tehát azzal foglalkozunk, hogy ezekre kell válaszolni, amíg itt az ellenzék itt egymással szórakozik, addig a kormány hoz egy kormányrendeletet, és gyakorlatilag beszünteti a társadalmi biztosítást, megszünteti az országos egészségbiztosítási pénztár, és megszünteti a nyugdíjbiztosítási főigazgatóságot. Beviszi, és ezentúl kézi irányítással elképesztő következményei lesznek. Én erről tartottam egy sajtótájékoztatót, másképp is alig jött el a tévé, mert hát ez nem érdekes. De amelyik eljött, az is ugye csak arról, hogy most majd mi a Jobbikkal fogunk-e közösen, vagy nem fogunk-e közösen, és utána az egész sajtótájékoztatóra erről volt, ennyi jött le, a TB-ről semmi. Ez borzasztóan jól mutatja, hogy mi a baj. Azt egyébként, hogy a Fidesz milyen mértékben zülesztette le a magyar államot, meg egyáltalán a különböző ellátórendszereket, ez nagyjából egyébként még a fideszes szavazók számára sem feltétlenül vitatárgya. Itt a kérdés csak az, hogy van-e olyan egységes, jól szervezett alternatíva, ami ehelyett valami jobbat tud kínálni. Én is nagyságrendekkel jobbat, de egy picivel jobbat. És itt jön be az a nagy kérdés, mit tud csinálni 2017-ben az LMP, mert hogy ugye önök továbbra is azt az álláspontot képviselik, hogy jól tudom, cáfolják, hogyha nincs így, hogy önállóan indulnak a választásokon, egyedül fognak megmérettetni azon a 2018-as áprilisi-májusi választásokon, és onnantól kezdve, hogy bejutnak a parlamentbe, nem jutnak be a parlamentbe, ott lesz megint egy helyzet, hogy rendben, rendelkezik esetleg újra frakcióval az LMP-ben, van néhány képviselője. Mi fog változni az LMP-s szavazók számára azzal, hogy most harmadjára megint bejut majd az LMP, de még csak nem is ambicionálja azt, hogy bármelyik másik párttal valamifajta kompromisszumok mentén kormányzó képes erőként jelenjen meg előttünk? Ilyet sosem mondtunk. Tehát amit most azt mondja, hogy nem ambicionáljuk azt, hogy bármelyik másik párttal kormányképes erőként jelenjek meg. Akkor így az MSZP-vel elképzelhető bármilyen fajta koalíció az LMP számára? Semmi nem megyünk végig, nem vagyok hajlandó ezeken végigmenni, és nem vagyok hajlandó bármelyik pártról elmondani, hogy mi a bajom vele. Nyilván, hogyha az LMP-nél láttam volna a jobb pártot, akkor amikor a Fideszből kijöttem volna, akkor nem egy 1%-on álló LMP-be mentem volna, de éppen ez a baj, hogy más se csinálnak az ellenzéki pártok, mint egymást minősítgetik. Tehát ez az első szerintem, amit meg kell tenni, hogy erről álljunk le. Akkor azt kérdezem meg, hogy a szavazóik számára mit tudnak mondani, igen, mitől lesz kormányzó képes az LMP? Igen. Nagyon sokan próbálják rá húzni az LMP-re, hogy kompromisszum képtelen párt, ez nem igaz. Elvtelen kompromisszumra nem hajlandó, azért van még egyébként életben, mert elvtelen kompromisszumra nem hajlandó. De kompromisszumra képes, én hagyd mondjam egy példának, ezt szoktam elmondani, és ez egy nagyon konkrét példa, amikor arról volt szó, hogy tétje van a dolognak, és a kétharmad múlik a választáson Veszprémben, akkor az LMP volt, amelyik nyíltan először azt vetette fel,
hogy az ellenzéki pártok közösen állítsanak jelöltet. Mi voltunk az elsők, akik ezt mondtuk. Ezt megmondtuk, nem jött rá válasz, egy hét múlva annyi válasz jött rá a baloldali pártoktól, mi már döntöttünk, Kéz Zoltán lesz a jelöltünk, azt ha akarjátok, akkor támogassátok, ha akarjátok, nem, nem. Az is, azt is hagyd mondjam el, hogy nyilvánvaló, hogy az LMP-nek alapvető prioritás, hogy 2018-ban ezt a kormányt le kell váltani. Hogy nem lesz később, majd mindjárt, nem lesz később. A másik prioritás viszont, hogy a 18 után ne csak a 18 előtti időszakhoz csináljak más dolgot, hanem a 2010-hez képest is teljesen más csináljak. És ez a prioritás, ez együtt kell, hogy járjon, és az, hogyha ezt ketté veszem, ez külön-külön nem él. Engem tényleg csak az érdekelne, hogy az LMP mit tud kínálni 2018-ban az LMP szavazók számára, nem a parlamenti bejutás miatt, hanem azért, hogy ténylegesen leváltásra kerülhessen a Fidesz. Igen, ezt is mindjárt folytatom, de még egyet, mert ezt Murko magának elmondtam, hagyj legyen meg magának is, el fogom még sokszor mondani, múltkor szerintem azóta az RTV-ben is elmondtam, mert azért ez szerintem ad bizonyos súlyt az ember szavának, hogy én, amennyiben most persze majd jövő szombaton megint pártelnöknek megválasztanak, ha megválasztanak, de amennyiben megválasztanak, akkor és továbbra is azt állítom és vállalom, hogy amennyiben 2018-ban a Fidesznek 50%-nál több képviselője lesz a parlamentben, akkor én a parlamenti munkát nem fogom tovább csinálni. Tehát most is nagyon közel állunk ahhoz, hogy vajon érdemes-e a parlamentben lenni vagy sem. Most azt gondolom, hogy még igen, de azt elég biztosnak tartom, hogy ha megint 50%-nál több lesz a Fidesz. Tehát ha csak minősített többsége is lesz a Fidesz. Minősített, teljesen mindegy. Akkor sem folytatja teljesen, a parlamenti munkát. Teljesen mindegy, hogy 51%-a van, vagy 65%-a de van. De azt mondja, akkor ön nem fogja fölvenni a mandátumát. A parlamenti munkát akkor nem veszem fel. Akkor, hogyha technikákat kérdez, tehát hogy én véleményem szerint mivel tudok hozzátenni az ellenzék győzelméhez. Én három dolgot tudnék mondani. Az egyik az, hogy az LMP kifejezetten komolyan gondolja azt, hogy mi nem az ellenzéki pártoktól akarunk elhozni szavazókat. Tehát én nem fogom, az biztos, hogy tőlem olyat nem fogok hallani ilyenben, hogy ezzel mi a baj, azzal mi a baj, ez milyen párt, az milyen párt. Én azt gondolom, hogy az ellenzéknek a kormánypártoktól kell elhozni szavazókat, illetve a bizonytalanoktól, az egy jóval nehezebb egyébként, mert a bizonytalanok ugye már eléggé inaktívak politikailag, de mégis azt gondolom, hogy a bizonytalan szavazók között azért vannak szavazók, akiket meg lehet fogni, és azon kell gondolkodni, hogy nem ugye a meglevő ellenzéki szavazók tortáját kéne valahogy összerakni, nem biztos, hogy össze lehet tenni. Valószínűleg nem is lehet összetenni, lehet. Tehát most egy dobos tortából, meg egy, mit tudom én, egy orosz krémtortából nem biztos, hogy jó dolgot lehet csinálni a kettőből. Akkor csak azt kérdezem meg, hogy pontosan értsem ön. Tehát igazából én azt veszem ki a szavaiból. De ez olyan jó, hogy a tortás, ezt befejezem akkor is. Tehát azon kell gondolkodni, az ellenzéki szavazók tortáját kell emelni. Tehát én, hogyha egy körzetben most azt mondom, hogy mert hogy egy jelöltnek kell lenni. Ha én körzetben én szavazókat hozok el a kormánypártól, vagy esetleg még behozok bizonytalanokat, akkor nekem nem mondja senki azt, hogy én nem segítettem az adott ellenzék jelölt. Lehet, valószínűleg nem az LMP jelöltje ezt lesz. Teljesen jelölt, bocsánat, de ezért akarom megkérdezni azt, hogy igazából akkor az az LMP stratégiája, hogy rádolgozni a fideszes szavazókra, a bizonytalan szavazókra, és egy olyan helyzetet előállítani a 2018-as parlamenti patkóban, hogy a Fidesznek nincsen meg a kormányalakításhoz szükséges többsége, és emellette van egy olyan szinten színes ellenzéki paletta, ami lehetővé teszi azt, hogy valakiknek el kell kezdenie tárgyalni. Erre azért mindjárt még visszatérek, most hogy kormányt lehessen mégiscsak alakítani. Igen, tehát hogy gyakorlatilag azt létrehozni azt az állapotot, hogy nincsen senkinek minősített többsége ahhoz, hogy kormányt tudjon alakítani, ez az LMP stratégia 18-ra? Igen, tehát erre mindjárt visszatérek. Ez, bocsánat, de nem, ez, erre most kéne, hogy válaszoljon. Most, hogyha arra akar, amit ön mondott, hogy mondok rá egy igent vagy nem, ez nagyjából igen, de erre hagyd térjek vissza még két mondatig, mert még nem tartunk ott. Tehát először nyilván meg kell nyerni a választást. A második, amit én hozzátenni... Nem, ehhez pont nem kell megnyerni a választást, ez az elég, hogyha... Ahhoz, hogy a Fidesz veszítse, 50 alá menjen. Tehát engem az se zavar, ha ő... Tehát ez elég, hogyha mondjuk az LMP 10%-ot kap, van egy 20%-os MSZP. Persze. És az ön az, hogy a jelenlegi választási rendszer erre alkalmas? Ami abszolút egyébként... Ez egy kérdés, hogy a mostani... Erre is hagyd térjek vissza, ha még maguknak van ideje, most nekem még van 15 perc, úgyhogy szerintem még vissza tudunk térni.
Tehát a második, amit hozzá tudok tenni, hogy igenis, ezt elmondtam, sokan félreértik, igenis az ellenzéknek szóba kell állni egymással, és ezt tartom továbbra is, tehát igenis, hogy beszélni kell egymással, hiszen az közös ellenzéki felelősség, tehát hogyha nem, a 50%-nál több van a Fidesznek, az közös ellenzéki felelősség is. De ezeken a tárgyalásokon, és ezt nagyon komolyan gondolom, hogy a magam részét hozzáteszem, és az LMP is hozzáteszi azzal, hogy az elmondjuk, amit önnek is elmondok itt nagyon sokszor, hogy akkor tud nyerni az ellenzék, hogyha fontos dolgokról beszél, és garanciákat tud adni arra, hogy nem a 2010 előtti Magyarországot hozza vissza, hanem valamilyen egész más irányt hoz vissza. A harmadik, hogyha meg már akár technikákról beszélni, a harmadik az, hogy fenntartjuk ezt a kérdést, és nyilván sok minden van a fejemben, ezt nem fogom most elmondani, hogy hogyan feltétlenül elmondani, de fönn kellene tartani a választási rendszer kérdését. Itt, amit minden ember megért, az az, hogy több százezer magyar gyakorlatilag kizárunk a választásokból. Azokat a magyarokat, akik egyébként amúgy a leginkább hajlandóak lennének szavazni, mert gondolkodó emberek és aktív emberek, és kimennek külföldre dolgozni, és több százezer ember ilyen van, akit külföldön dolgozik, de gyakorlatilag lehetetlenné teszi a szavazását a választási törvény, mert ő neki személyesen el kell mennie, Angliában több százezer embernek egyetlen egy helyre el kell mennie szavazni. Képzelje el, hogyha azt mondaná a kormány, hogy Tolna megyében, hozhat ilyen törvényt, Tolna megyében egyetlen egy helyen szabad csak szavazni, Szekszárdon, a Karai gimnáziumban. Azt mondja, hogy a választási rendszernek az arányosítása az egy kiemelt ellenzéki feladat 2017-ben. Ez az ellenzék, hogyha győzni akarna, akkor igenis az ellenzék ebben közösen is kifejezetten fölépne. Ezekben például, amikor arról beszélünk, hogy tárgyalunk, vagy nem tárgyalunk, vagy szóba állunk, vagy sem, én ezeket megkezdtem. Nem mondom, hogy egyértelműen ebbe derülátó vagyok, de legalábbis voltak ilyen egyeztetések ellenzéki pártokkal. Tehát most ha technikákat kérdezi, és erről most nem lesz több idő. Akár mondjuk a bojkott is egy ilyen végállapotként elképzelhető az LMP részéről, mint reakció a választási rendszernek a tartatlanságára? Erre azt tudom mondani, mivel az LMP egy meglehetősen demokratikus párt, és nagyon sok döntést, hála Istennek, nagyon széles körben hoz meg. Az LMP-nek most stratégiája az, hogy mind a 106 választókörzetben indít választásokat, és ennek megfelelő jelölteket, és ennek megfelelően készül a választásra. Bojkottról most egyszerűen butaság beszélni. Először azt kellene, hogy az ellenzéki pártok egyértelműen kinyilatkozhassák, hogy ez nem jó. Nehezen tartom elképzelhetőnek néhány pártról, hogy azzal én koalícióba tudjak lépni. De ez csak Magyarországon evidencia, hogy egy választás után akkor az egyik pártnak vagy pártcsoportnak több lesz, mint 50%, és majd azt fogja vezetni. Tehát vannak azért más technikák is. Tehát van olyan, hogy kisebbségi kormányzás. Olyan is van, működhet. Van olyan, hogy szakértői kormány. Olyan is van, az is működhet. Olyan is van, uramisten, hogy ismételt választás. Az is létezik, és nem ördögtől való dolog. De onnantól kezdve a Fidesznek ezek a megint adhatatlan hatalma, tehát hogy ő mindenképpen egyedül hatalomra kerül, az annak mindenképpen gyakorlatilag mindenképpen az megszűnt. Miért zárkózik el attól, hogy egyértelműen itt a pártja szimpatizánsa és választói számára, hogy kik azok a pártok, akikkel egyáltalán ilyen és ilyen peremfeltételek mellett elképzelhető ebben és ebben az ügyben az együttműködés? Semmiért nem tettünk, azért, mert mondom még egyszer, nem látom azt nekem feladatomnak, hogy én elkezdjem itt a ellenzéki pártokat. De személyező, hogy a választóinak ez egy elvárás önöktől? Nem. Ennél sokkal nagyobb a baj. Tehát ennél sokkal nagyobb a baj, hogy mi most azzal foglalkozzunk, hogy ki ez miért rossz, az miért jó, az miért nem jó. Bocs, én pont arról beszéltem, nem az, hogy mi rossz bennük, hanem hogy milyen peremfeltételek mellett miben tudunk együttműködni ezzel és ezzel a párttal. De én ezt most eddig erről beszéltem magának. Tehát eddig én ezt mondtam. Tehát, hogy mi az, amivel foglalkozni kell a pártoknak. Tehát nekem minden ilyen beszélgetéseken, amiket végzek, egy cél lebeg a szemem előtt, és azt szeretném, hogyha nekik is az lebegne a szemük előtt, hogy hogyan tudunk garanciákat adni arra, hogy más fogunk csinálni. Elnézést, hogy ezt ismételgetem. Minden változatlan marad közjogi értelemben, a média viszonyokat tekintve, tehát minden értelemben a mostani helyzetben kell majd 2018-ban is megmérettetnie magát a pártoknak, akkor előfordulhat egy olyan állapot, hogy az LMP azt mondja, hogy ebben nem veszek részt?
Nem fogok erre válaszolni, azt fogom mondani, hogy nem tudom elképzelni, hogy minden ebben a helyzetben maradjon. És az ellenzéknek minden meg kell tenni. Akkor csak azt hiszem, hogy ha mégis minden így marad, annak lesz következmény az LMP stratégiát illetően? Erre meg nem tudok válaszolni, és nem csak ki akarom kerülni a kérdését, erre az nyilván egy közösségi döntés, tehát az LMP-nek ilyen döntésekben, kongresszusi döntésekre van szüksége, de most annyit tudok mondani, hogy nem tudom elképzelni, hogy ilyen körülmények között kelljen a választást még egyszer lezavarni. Írja le maximum 5 mondatban a viszonyát a nemzeti együttműködés rendszeréhez. Szerintem nem kell leírni, mert szerintem én, amiket csináltam, az elég szépen megmutatja, hogy mi a viszonyom a nemzeti együttműködés rendszeréhez. Tehát kvázi én ebben benne voltam, ugye, mert fideszes képviselő voltam, amikor már ment a nemzeti együttműködési rendszer, én ott hagytam a nemzeti együttműködési rendszer. Tehát úgymond nincs viszonyunk most egymással. Mit jelent ennek ez a szó összetétel, közös ország? Tehát Magyarországnak az egyik nagy tragédiája, hogy a rendszerváltás után ugye kapcsolatok mentek tönkre, nagyon szoros kapcsolatok, baráti, akár rokoni kapcsolatok mentek tönkre a politika mentén. Ezért a politika felelős, hiszen a politika szándékosan próbálta a saját táborát mindig úgy hergelni a másik ellen, hogy a másik a szörny, mindenki démon, nálunk meg mindenki jó. Na most ezen most eljött egy olyan kegyelmi állapot, hogy az ember minden jóban találjon valami rosszat. Egy olyan kegyelmi állapot, amikor most már úgymond a baloldali értelmes embereknek és a jobboldali értelmes embereknek is volt egy borzasztóan ciki kormányuk, vagy egy ciki kormányzási teljesítményük. Tehát most már egyik se röhöghet a másikon, nézzétek meg, hogy ti mit csináltatok. Mind a kettő röhöghetne a másikon, hogy nézzétek meg, hogy ti mit csináltatok. Tehát itt van az a kegyelmi állapot, ami elvezetett oda, hogy ezek a kapcsolatok újra rétlejöjjenek, tehát vagy újra megszülessenek. Tehát adott esetben nagyon sok világnézeti és nagyon sokféle gondolkodású ember, értelmes ember adott esetben ismét szóba tud egymással állni, és egymással gondolkodni tud. Ez nem rajtam múlik, hogy ez létrejönne, tehát nagyon sok minden nem rajtunk múlik. Ha ez létrejön, akkor lehet igazán egyébként arról beszélni, és akkor viszont nagyon kifejezetten lehet azon gondolkodni, hogy mi lesz a kormányváltás után, mert akkor lesz kormányváltás. Nem véletlenül, hogy a Fidesz most próbálja ugye ezeket, nyilván minden olyan jelet, ami arra utalna, hogy ez megtörténik, ez nyilvánvalóan neki nem érdeke, de én ebbe tudok bízni. Köszönöm a beszélgetést!